Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket a Szombathelyi Televízió kulturális magazin műsorában a műhelyben. A mai adásban Rónaszéki Linda lesz a vendégem, akinek nemrég jelent meg második könyve, A szabad szomszédolni, avagy Tricz Tracz, a Szavária University Press gondozásában. A mesekönyv koncepciójáról, a gyermekirodalomról és a könyv összeérő, találkozó művészeti ágairól beszélgetünk majd. Tartsanak velünk! Üdvözöllek a műhelyben, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Ha Rónaszéki Linda nevét elmondom a városban, akkor a legtöbbször azért az jut eszébe az embereknek, hogy mint képzőművész vagy jelen a város és a környék kultúrájában. Viszont te nem adtad alá, hiszen 2010-es irodalmi debütálásod után újabb mesekönyvet adtál ki. Hogyan jött az életedbe az írás, és mióta foglalkoztat egyáltalán? Hú, hát ez nagyon komplex kérdéstömeg, de igyekszem válaszolni. Hát az irodalommal a találkozás az már nagyon-nagyon régi, tehát tényleg gyerekkoromban visszavezethető dolog. Mindig rengeteget beszéltem, mindig le lettem állítva, hogy túl sokat beszélek, akkor inkább rajzoltam, de rengeteg olyan felvétel van, ahol elkezdtem egy történetet, és mondtam, göngyölítettem, szőttem tovább. Aztán később, hát talán az egyetem alatt kezdődött a novella meg a versírás, de akkor csak különböző ilyen egyetemi ilyen antológiákba kerültek be ezek a szövegek. Elvittem a régi, nagyon kedves irodalomtanáromhoz, Vanger Líviához, illetve Fűzfa Balázshoz, akivel azóta is tart ez a barátság, és akinek köszönhetem ezt a második könyvet. Úgyhogy foglalkoztam ezzel, de a meseírás az nem olyan régi dolog, az pár éve kezdtem el. És az irodalmat tanultad is, vagy esetleg volt ilyen vonatkozás? Nem? Nem, borzasztóan szerettem. Már középiskolában is azt gondolták, hogy ilyen irányba megyek tovább, de aztán nem így alakult, maradt a festészet. De a képzőművészet azért előbb volt, mint az irodalom. Képzőművészet szerelem. Igen, azelőtt meg a tánc volt, tehát mindenféle volt. Tehát akkor sok irányból. Társművészetek, igen. És említetted, hogy a gyermekirodalom viszont nem rég, és hát aránylag ez képes nem rég. Miért pont gyermekirodalom? Mikor fogott meg? Hogyan alakult ez ki benned? Nem tudok semmilyen konkrét dátumot mondani, még csak azt sem tudom mondani, hogy a kicsfiam születése lenne mindennek az okozója. Tény is való, hogy azóta a mesék azok mindennapjaink részesei, hiszen hogyha reggel megyünk iskolába is, mondok mesét, este is mondok mesét, kitalálunk meséket, sőt a kisfiammal együtt is szoktunk mesét írni, illetve illusztrálni is, mert hogy ez a két dolog, ez a meseillusztrálás és a meseírás, ugye az kéz a kézben jár ennél a könyvnél is. És ennek a könyvnek hát az ajánló szövegében olvastam, hogy óvodásoknak és kisiskolásoknak szánod, de azért több van ezekben a szövegekben, tehát ezt azért nem korlátoznád le ennyire, tehát ez inkább csak egy ilyen ajánló. Igen, meg ezt nem is én írtam. Igen, ezért is kérdezem így. Azt gondolom, hogy minden történet egyszerre szólhat gyerekekhez, és egyszerre szólhat felnőttekhez. Egyrészt a mese befogadója az attól is függ, hogy ő hallgató, tehát neki olvassák a mesét, illetve ő az, aki mondjuk elvonul, és mondjuk agyonnyálazza a lapokat, és akkor mondjuk ő az olvasó most a gyerek szempontjából. De annyira átvitt értelmű egyébként nagyon sok dolog benne, hogy nyilvánvalóan, hát most a mesének nem mondanám, mert semmiképpen nem gondolom, hogy ez valami didaktikus, fabulaszerű dolog lenne, de biztos vagyok benne, hogy a felnőttek másképp értik. Sokkal sokrétűbben. És még így ennek kapcsán jut eszembe az a dolog, hogy a gyermekirodalmat, vagy egyáltalán a gyermekeknek szánt kulturális anyagokat, akár a popkultúrából is, gyakran éri az a kritika, hogy csak nagyon erős impulzív, de alapvetően nem impulzív anyagok, de nem adnak a gyerekeknek olyan új
dolgot, leköti a figyelmüket, de egyebet más nem. Viszont a te könyvedben konkrét szándékként meg is jelenik, és erősen érezhető is a szövegeken, de nem erőltetve, hanem ilyen finoman elhelyezve, egy erős realizmus, ahogy az elfogadásra koncentrálnak a karakterek is egyáltalán. Szerintem mesei karakterek, de mégis a mindennapokból lépnek ki. Elég csak azt megemlíteni, mondjuk egy lakótelepen játszódnak maguk a mesék a mindennapok apró részleteivel. Mennyire nehéz számodra mondjuk egy ilyen szöveget kidolgozni, vagy mennyi benne a tudatosság, amikor nekiállsz? A koncepció, megvan-e előre a koncepció, vagy őt születnek a mesék, úgy alakul mondjuk ez az összeköttetés? Most a kép és szöveg viszonyára gondolsz, hogy tyúk vagy tojás? Igen, tehát így az összkoncepció, és egyáltalán az, ahogy mondjuk a mesék is összefűződnek egyfajta kötelékkel. Maga a megkeresés, az, hogy ezekből a történetekből most egy kötet összeáll, ez egy véletlen és mégsem véletlen dolog. Egy éjszakán volt arra, hogy a szinopszisát megírjam ennek a könyvnek. Egy NK-s pályázathoz adta be Fűszva Balázs a többi könyvvel egyetemben. És voltak már mesék, például a mese az üveggolyóban lévő tündérről, aztán volt egy kavics mese, tehát több mese is volt, de ezeket tudtam, hogy össze kell fűzni egy történetén. És akkor így adódott így a lehetőség, az ötlet, hogy egy bérházban lévő állatok fognak találkozni, nyilvánvalóan gyerekek inkább, de akár úgy, mint mondjuk a Szomszédokban, különböző karakterek fognak megjelenni, különböző problémákkal, tehát mondhatjuk úgy, hogy igen, aktuális, tehát szándékoltan aktuális akart lenni, valami modern dolgot szerettem volna ebben megmutatni, mindenképp a mindennapi dolgokra szerettem volna reflektálni, illetve ami nagyon fontos, hogy ugye ezek állatok, ezek a szereplők, vannak köztük keveréklények is, de emberi érzésekkel, emberi tulajdonságokkal vannak felruházva. És nem csak felfokozott emberi érzelmek jelennek meg ebben a könyvben, mint mondjuk a dühösség, és akkor erre, ennek feloldására úgymond receptek, vagy mondjuk a félelmeinknek az elengedése, hanem minden olyan probléma, ami egy kisgyereket foglalkoztathat. És igen, szándékoltan elfogadásra a nevel, mert megmutatja azt, hogy mondjuk, hogy lehet esetleg másképp is. Tehát olyan kérdésekre nem is ad választ, de így szépen úsztatja az olvasót mondjuk a könyv, hogy mondjuk problémája az, hogyha mondjuk egy gyerek mondjuk csonka családban nő fel, és mondjuk probléma ez a gyereknek, hogyha mondjuk egy egész héten keresztül kaminozik az apukája, de csak hétvégén találkozik vele, akkor ő kevesebbet kap-e például. Mert ugye sokan azt gondolják, hogy igen, pedig nem biztos, hogy így van. Igen, tehát szándékoltan elfogadásra nevel. Ez izgalmas, hogy a kortárs gyermek irodalomban ez nagyon erősen megjelenik, hogy már nem egy pátoszos, nem egy ilyen teljesen a mi világunktól elszakadt mesevilággal találkozunk, hanem valójában a mi világunkkal találkozunk szimbolikusan. Igazából ez a felnőtteknek is tud igazán jelentős anyagot. Igen, ráadásul vannak benne mindenféle utalások, van benne Pink Floyd, meg Chicky Dan, meg mindenféle olyan dolgok, amik tényleg a szülőnek mondanak valamit, és valóban formailag is van benne egy csomó szándékos modern elem, tehát ez a mindent is jobban tud, amit ugye ma már ugye használunk, meg többször leírva mondjuk egy A betű, vagy mondjuk szuperbunki, és vannak ilyen modern, szlenges kifejezések, de végül is a Varó Dani meg a Laszfi János óta abszolút találkozunk ilyenekkel, úgyhogy, illetve van ez a Lázár Ervinféle irónia, ami nekem nagyon tetszik. Engem nagyon inspirált mindig például a pompom is, illetve a Rémusz bácsi, úgyhogy pici utalások biztos, hogy felfedezhetők a könyvben. Ez ezeknek a hatása. Én szerettem volna valami újszerű, de úgy, hogy meglegyen az a mantrázós, klasszikus meseérzés is, hiszen az sem mindegy, hogy mikor olvassuk, hogy valamelyik mesét inkább este, valamelyiket inkább napközben, de szerettem volna, hogyha úgy el tud vinni, tehát gondolkodtatni, úsztatni ez a kötet. És hogyha jól emlékszem, összesen 10 mesét tartalmaz. 12, bocsánat. Hogy 12 mesét tartalmaz valamivel több mint 50 oldalon a könyv. Tehát ezek egy rövidebb szövegek. Igen. Ez a műfaj volt talán az is, amivel kezdte a gyermekirodalomba, vagy ez így alakult idővel? Én nem szeretem agyon írni, túlírni a szöveget. A festésben ugyanígy van, nagyon-nagyon gyorsan dolgozom. Ezt mindig megelőzi nagyon hosszú gondolkodás, és aztán a végén úgy hirtelen ki kell, hogy jöjjön. Ez, amíg csak akvarellel festettem, ugye ezzel a technikával készültek itt is az illusztrációk, az eleve egy gyors műfaj, tehát az feltételezi azt, hogy egy fél óra, egy óra, két óra leforgásokat kell elkészíteni, de akrillal vagy olajjal ugyanez a dolog. Tehát akkor van egy nagyon erős, intenzív állapot, és akkor dolgozom.
És így. Hát akkor igazából, amit az előbb is említettél, hogy akár egy esti olvasmánynak, ez egy gyermeknek bőven elég, mondjuk ez egy 5 oldalnyi. Így van. És hát, ami még igazán öröm munkává teszi, amit most is említettél, hogy a könyvet is te magad illusztráltad. Nagyon felkelti a kíváncsiságot bennem az, hogy ez pontosan a munkafolyamat, hogy történik-e olyan, hogy előbb készül el egy illusztráció, mint maga a mese. Igen, igen, az abszolút így van. Mikor elkezdődött a pandémia, rengeteg kavicsot gyűjtöttem, és volt éppen egy olyan időszak, amikor a kavicsokba így beleláttam mindenféle arcokat, nyugdíjasokat egyébként, mert elég sok problémánk volt a nyugdíjasokkal. Na, és ezek, az ő arcukat festettük így rá kisfiammal, mert ő is festett ilyen kavicsokat, és az egyik kavics az kimondottan úgy nézett ki, mint egy ilyen térdeplő kis kavicsbácsi, ilyen kis láncos arcú kavicsbácsi, ezt láttam benne, megfestettem, és akkor utána készítettem erről akvarelleket, és így íródott a kavicsmesés. Egyébként hajléktalanokról szóló mese, ahol a kavicsbácsik meg a kavicsnénik a part szélén, vagy éppen az utca szélén, vagy a megállókban ücsörögnek. Tehát akkor így is történik, de azért jellemzőbb az, hogy előbb a szöveg is. Jellemzőbb az, igen, hogy először a szöveg, de ezek így kölcsönhatásban vannak. Ugye ez valóban egy speciális helyzet, hogy valaki maga írja és illusztrálja, bár mostanában elég sokan vállalkoznak ilyesmire, de lehet, hogy egyébként akár a szövegeken is érződik ez, hogy nagyon erős a képisége. Biztosan így is akarom felerősíteni aztán a képválasztás benne. Ez egyébként nem tudatos, de valószínűleg hatnak egymásra. Hát egyébként ezt meg is akartam említeni, hogy úgy olvasva, hogy próbáltam is egy picit egy szinten kizárni az illusztrációkat, így kíváncsi voltam, hogy maguk a szövegek mennyire adják át azt a vizualitást, és hihetetlen vizualitás jellemzi a szövegeket. Tehát ezek a leírások, az egész karakter megjelenítésekben nagyon erősen hat a vizualitás, tehát hogy ebben azért lehet az, hogy mondjuk hogyan látotta a világot. Igen, 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 de szerintem úgy működhet, mint a filmekkel kapcsolatban, hogy mindenféle érzékünkre kell, hogy hasson. Tehát, hogyha hallunk egy mesét, ugyanúgy, mint a filmekben, akkor az valóban hat a tekintetünkre, tényleg a hallásunkra, a szívünkre, közben rendszerezzük ezeket, emlékeztetnek, tehát előhívnak bennünk képeket. Tehát nagyon komplex folyamat, tehát valóban mondhatjuk, hogy nagyon sokféle. És két könyved mellett más anyagokon is megjelennek illusztrációid. Ezekről egy kicsit mesélnél, hogy pontosan hogyan dolgozol ezekkel, milyen egyáltalán egy ilyen munkafolyamat, vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát még olyan igazi, olyan megbízást, ami a szívemnek nagyon kedves lenne, és valóban mesekönyvre gondolok, ilyet sajnos nem kaptam még. Folyamatosan készítem az illusztrációkat, főleg ilyen ironikus társadalmi kritikákat sugalmazó illusztrációkat, főleg, de másféléket is, és hát emellett ugye ezeket az illusztrációkat, ezeket a főleg állatos karaktereket próbálom megjeleníteni különböző termékeken, mert van egy kis virtuális meseboltom, aminek az a neve, hogy mesebolt, Linda meseboltja, és ott kerülnek ezek a karakterek kártyák lapjaira például, és válnak aztán úgymond hasznos és gondolkodó termékeké. Volt megbízásom már illusztráció, vers illusztráció is, de ez ebben a műfajban még nagyon sok dolog vár rám, legalábbis remélem, mert nagyon szeretném. És hát 10-11 év telt el a két könyved megjelenése között, ha jól számolom. Van-e már most tervben esetleg új koncepció vagy ötlet? Igazából ez a könyv, ami most jelent meg, ez még szinte csak így érintett témákat. Annyi minden történik velünk, hogy én úgy gondolom, hogy megmaradhatna ez a keret, hogy egy bérházban ezek a kis keveréklények és állatfigurák szerepelnek és beszélgetnek egymással, hiszen a gyerekeknek eleve nap mint nap adódik újabb és újabb kérdés a szülők felé. És közben annyi minden dolgozik én bennem is, akár a háborúk, mindenféle politikai dolgok is, és minden olyan dolog, ami egyébként itt már így el van ejtve, a rasszizmus, az iskolai bántalmazás, nagyon sok olyan dolog, ami azt gondolom, hogy sajnos egyébként, de be kell, hogy kerüljön majd a könyvbe, úgyhogy én ezt mindenképpen szeretném folytatni. Tehát, hogy akkor ez lehet egy sorozatnak az első része? Én nagyon szeretném, igen, én már elkezdtem ilyen ötleteket, én szeretném, hogyha ez folytatódna. Sok sikert kívánunk a továbbiakban is, és ajánljuk a könyvet a nézőinknek is. Köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer. Köszönöm én is. 28. alkalommal szerveztem egy nyári táborát a Bogja Népzenei Együttes,
A Kőszegi Nagy László intézmény épületében és Árnyas udvarán reggeltől éjszakáig zenéltek együtt fiatalok és idősek. Sok-sok újat tanultak, és rengeteg élményben volt részük. A 28. Bogja Népzenei táborban vagyunk most jelenleg. Hát annak idején a táncház mozgalomban indultak ilyen népzenei táborok, és akkor felmerült az igény a táncos szülők részéről, hogy a gyerekeiket tanítsuk meg zenélni is. És tulajdonképpen így indult el a népzene oktatás. A Halmos Béláék, a Sebőjék mintájára, a Jászberényi Népzenei Tábor mintájára mi is, amikor elérkezett az idő, hogy megfelelő mennyiségű gyerek volt, vagy felnőtt is érdeklődő, akkor nekiálltunk, és mi is elkezdtük tanítani ezt a népzenét. Naponta 10 órát a kezében van a hangszer, mikor van 10 órát egy átlag embernek a kezében egy nap. Meg hát, hogyha tanítjuk is őket, ez lehetetlen, ez a mennyiséget muzsikálni. Tehát nagyon hasznos, mind az erőnlét szempontjából, mind az anyagtudás. Tehát egy falunak például ebben a táborban mondjuk, amit most hallanak itt a háttérben, fekete laki anyagot tanultunk, ez egy erdélyi zene, de ától cettig. Tehát 20-25 perc anyagot megtanulnak, és akkor meg tudnak tartani egy táncházat. Mindenki muzsikál mindenkivel, itt nincs mese. A haladók ugyanúgy leülnek a kezdő pici mellé, és segítik, és mutatják nekik, ha mi éppen nem ott vagyunk. Ilyen hangulat. Ezekben a táborokban az intenzív tanítás és tanulás miatt rengeteg anyagot el lehetett sajátítani, és a gyerekek maguk fogalmazzák meg ilyenkor, hogy talán egy évanyagát is felöleli, amit itt a táborban. Ugye nem csak megnézünk egy dolgot, hanem egyből ki tudjuk gyakorolni, egyből zenekarba tenni, és a másik meg nagyon jó hangulata van, és barátságok szövődnek itt a táborokban. Nagyon intelligensek a gyerekek ahhoz, hogy egymást elfogadják, és nagyon szívesen zenélnek együtt, így aztán a zenén kívül, amikor egyéb foglalkozások vannak, akkor is szeretnek együtt lenni, esténként szeretnek együtt lenni. Most van 5 olyan kislány, akik citerásként, énekesként érkeztek a táborba, és ők még zenekarral nem énekeltek. És tegnap este 00:30-kor jöttek, hogy már nem lesz a mezőségű, mert ők olyan szívesen elénekelnék a zenekarral, tehát nem kényszerből csinálja, hanem saját jó kedvéből. De nem aludtak ám, hanem kiszöktek, és akkor itt hallgatták, hogy a nagyobbak éjfélig játszottak, és nem mertek bejönni, de kint itt hallgatták a zenét, úgyhogy szóval bele valók, nem. És az jön ide, akit ez érdekel. Civilben a Bogja Népzenei Együttes bőgéseként is működöm. Az együttes vezető hegedűs és bőgősök a szüleim, úgyhogy születésem óta benne vagyok a magyar népzenei életben, és hát 31 évesen ez a 28. Bogja Népzenei tábor, amiben részt veszek. A tábor nem csak a zeneiskolai oktatás kiegészítéséül szolgál, hanem egyszerűen egy jó közösségi helyszínt biztosít, egyszerűen egy jó hely, ahol együtt tudunk muzsikálni, időkeretek és korlátok nélkül pár napig. Nincs az, hogy lejárt az óra és abba kell hagyni, hanem tényleg naphosszat, éjszakában nyúlóan lehet a magyar népzene szeretetének hódolni. Ez alatt a 30 év alatt több generáció megfordult azért a táborban. Vannak, akik évtizedek elteltével visszatérnek két kisgyerekkel, hogy megnézzék, mi van a táborban. Vannak, akik itt nőnek fel, és ugye a legfontosabb aspektusa az egésznek, hogy a generációk együtt vannak. A kicsit látják a nagyokat, a még nagyobbakat, a legnagyobbakat, látják, hova lehet eljutni, hova lehet fel.
fejlődni, és ezáltal sokkal motiváltabbak lesznek arra, hogy ők maguk is ezzel foglalkoznak, és tegyenek ezért. Évek óta tanítok ebben a táborban citerát és népdaléneklést az érdeklődő fiataloknak. Ebben az évben somogyi dalokat tanítottam citerán a gyerekeknek. Most már nehezebb technikai feladatokat is megoldanak ezen a hangszeren. Minden évben úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas műsorral térnek haza. Sokszor azt mondják, hogy szinte egy egész évnyi anyagot megtanulnak egy hét alatt. A népdalénekeseknek mezőségi dallamokat, illetve vasi anyagot tanítottam. Hatása van, gyönyörű zene, magyar zene, lelkesítő őket, megvannak az eszközei, a monotonitás, megvannak azok a dolgok, amit élveznek a gyerekek. Na hát persze, mi is itt vagyunk, akik nyilván nem utáltatjuk meg, velük van egy stílusunk, a szeretik, tehát hát már öreg rókák vagyunk ebben a népzenei képzésben. Számos esemény tartogat, még számunkra lehárant a születésének 145. évfordulója alkalmából szervezett emlékév. Az eseménysorozat februárban indult szentmisével, most pedig egy terrakotta dombormű avatásával folytatódott az Őrvidékházban. A hőst ábrázoló terrakotta domborművet és információs táblát avattak fel a lehárantal emlékév következő lépéseként az Őrvidékházban. A Sopronban született, később Szombathelyi katonai körlet parancsnok tiszteletére határon túli bajtársi szervezetek is képviseltették magukat. Az osztrák hadi sírgondozó szervezet burgenlandi tartományának vezetője köszöntőbeszédében a történelmi eseményekre emlékezett, majd a hagyományos értékekre, az összefogásra hívta fel a figyelmet. Also ich vertrete ja das österreichische Schwarze Kreuz, die Kriegsgräberfürsorge, und in diesem Zusammenhang sind wir sehr dankbar, dass wir auf der ungarischen Seite ebenfalls Vereinigungen haben, die an diese Tradition anknüpfen. Und deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir gemeinsam der gemeinsamen Geschichte gedenken. Und das ist jetzt bei Anton Leha bzw. auch bei der Gründung seiner Division sehr gut der Fall. Und dafür muss ich mich auch bedanken. A báró az első világháborúban a 106-os gyalogezred parancsnokaként teljesített szolgálatot az olasz Piave folyónál, ahol hősiesen átvezette a csapatát. Óriási tettnek minősült, mivel ez akkor már a honvédség hadsereg részéről egy utolsó próbálkozás volt kivédeni az ellenséges hatalmakat, és ezt követően ugye ez azokban a napokban lett a háborúnak vége is, sikeresen vezette vissza is a katonáit a határon át egészen Szombathelyig. Határokon átívelő tevékenységét az emlékévben résztvevő szervezetek, így a Grádics Egyesület, a 11-es Huszárhagyományőrző Egyesület, az Őrvidékház, az osztrák-magyar bajtársi csoportok most emlékeztek. A Szombathelyi Hadosztály ugyanis augusztus 8-án alakult meg, ennek évfordulóján avatták fel Horváth Róbert szobrász domborművét az Őrvidékház falán. Reményeink szerint 2021. szeptember második hétvégén, szombaton, úgy tűnik, hogy bemutatásra kerül Lehár Antal által német nyelven írt 106-os gyalogezrednek a történetét feltáró és bemutató napló emlékkönyvnek a magyar nyelvű bemutatója. A 145 éve született, később a katonai Mária Terézia lovagrend lovak keresztjét és osztrák bárói címet is elnyert ezredesről, bélyeget, alkalmi borítékot is bemutattak az emléktábla avatás utáni előadás keretében.
Szuper vizuális és hangtechnikával valósította meg a Szavária mozi az Emlékmű dombon azt a filmszínházi bemutatót, amely szinte piknikre hívta a nézőket. Pokróc és zöld fű helyettesítette a székeket, a vásznat pedig egy légvárak mintájára készült falon oldották meg hatalmas kivetítőn. Első este a Csini Baba, aztán a Made in Hungária várta a filmkedvelőket a kerti mozi feelinggel. Mutatjuk a részleteket. Csini Baba, a dal ugyanaz marad. Zenés kertmozi indul hamarosan, egy 10 percen belül itt az Emlékmű dombon. Már gyülekeznek a fiatalok és a középkorúak is, és a kicsit idősebbek, szóval mindenkit megszólít majd ez a film. Arról nem is beszélve, hogy kiváló hangminőséggel, kiváló képminőséggel készülnek, legalábbis ezt árulta el nekem Mayer Rudolf, az Agoria Szavária mozi, illetve hát a régi mozi vezetője. Mit lehet tehát tudni erről, mit lehet tudni a vászonról? Hát a kertmoziknak a kényes pontja mindig a vászon, és hát néhány éve jelent meg ez a légvászon technika. Ez egy felfújható vászon, kitűnő minőséget ad, és óriási méretben átadott. Tehát van egy tökéletes vetítőfelületünk egy Christy projektorral, szintén egy profi géppel, és hát hogy hallani lehet, hogy nagyon jó a hangtechnika is. És mi kell egy mozi? Ez egy jó kép, egy jó vászon, és jó hang, és akkor is egy kitűnő környezet. És Szombathely most először van itt a Boldog Brenner János Liget, a hivatalos neve, de hát mindenki Szombathelyen úgy emlegeti, hogy az Emlékmű domb, ahol most kipróbáljuk ezt a kertmozizást, és a sikeres, és hát nagyon úgy néz ki, hogy sikeres, mert nagyon sokan gyülekeznek már, akkor folytatni fogjuk. Műfaját tekintve természetesen zenés filmek, filmvígjátékok jöhetnek szóba ilyenkor leginkább, meg hát ide kezdtük úgy összeállítani a programot, hogy mindenki találjon saját magának megfelelőt. A két kultikus magyar filmvígjáték, a Csinit Baba és a Made in Hungária megy az esti időpontba, a két napon, késő időpontban pedig hát a Queennek az 1986-os budapesti koncertje, ami nagyon-nagyon emlékezetes minden magyar számára, illetve a Rolling Stonesnak a Hyde Parki koncertjét vetítjük, ez majd holnap este 10 órakor, és ahogy mondtam, zenés filmek, kitűnő hang, jó a környezet, nem esik az eső, minden adott ahhoz, hogy jól szórakozzunk. Még azonban nem engedlek el, ugyanis én említettem, hogy nagyon különleges a vászon, hát ez körülbelül olyan, mint egy légvár, láthatják is, meg tudjuk mutatni önöknek, ezért nevezik tulajdonképpen légvászonnak, szóval szuper lesz a képminőség. A hangminőségről volt szó, és én megkérdezem most azt Ruditól, hogy tulajdonképpen hova is kell ahhoz ülnünk, hogy élvezhető legyen a kép? Hát hihetetlen, mert a közönség hajszál pontosan belőtte, hogy hova kell ülni. Most úgy néz ki ez a nézőtér, mint a mozinak a nagy terme, és mindenki a hátsó sorokba ült, és akik a hangot akarják, azok a 7. sorba ültek, a többiek menik föl a 15. sor, 12. sor. Egészen szabályosak, bár ingyen lesz, tehát díjtalan a rendezvény. Akkor mindegy, hogy hova ülnek? Természetesen mindegy, hogy hova, mindenhol jó lesz a hang és vetítés technika, de ahogy mondom, érdekesek az emberek, tehát lehet tudni, hogy hova ülnek. A jobb oldalra többen ültek, a bal oldalra kevesebben látni. Köszönöm szépen a beszélgetést, de még nem végeztünk, ugyanis én a közönség soraiból is kiszúrtam már valakit önöknek, akitől megkérdezem azt, hogy tulajdonképpen hova is terveznek ülni, illetve, hogy hát családilag jöttek el, szóval ki fogja jobban élvezni, anya vagy lánya ezt a filmet? Ezt nem tudjuk még. Ezt majd a végén megmondjuk, jó? Miért jöttetek el erre, miért pont erre, miért pont ma? Hát kaptunk a fiúktól egy kis kimenőt, és a kislányom még nem volt soha kertmoziban. És gondoltam, hogy ez a film ez pont jó lesz arra, hogy ezt kipróbáljuk. Ezek szerint nem ismeretlen? Hát nem. Nem, persze. Szerintem ezt a filmet mindenki ismeri. És fogtok csápolni is rá? Azt azért nem hiszem. Mit mesélt anya erről a filmről? Jó zenék lesznek benne, meg vicces lesz. Akkor nem rajzfilmre számítasz? Nem. Mi a neved? Rácz Miriam. És egy bemutatkozást kérek a hölgytől is. Én pedig Rácz Eszter vagyok. Hova fogtok ülni? Az előbb pont erről volt szó, hogy hol lesz a legjobb. Voltunk már, középen van egy plédünk, aztán majd helyezkedünk, hogyha szükséges. Köszönjük szépen nézőinknek, hogy ezúttal is velünk tartottak. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra. We'll be right back.